Vili Zsolt végezhet el szögletrúgást a második percben. Fel a levegőbe, hamar megy érte, meg is szerzi. Marad a videótonnál labda, Pomper. Nincs les, Zitzer, és hatalmasat véd. Sebők, aztán ott az újabb helyzet, és ez is kimarad. Tűzi játék a győri kapu előtt. Két lehetősége is van a fehérváriaknak. Előbb Gajic, aztán pedig Tímár hibázott. Tovics hatalmas lendülettel. Baumgartner. Mehet tovább. Nicsenko ellövi. Végnek kellett betődnie a labdáért. Az első győri helyzet a hatodik percben. Jovanovic Baumgartnerhez. Gyorsan adogatnak a győriek. Kucika, ez jó labda. Szanyó, végig fog óriási Zitzert. Szanyó teljesen tisztán érkezett, kapura lőte, végig reflex mozdulattal hárított. Kucika. Nicsenko mozog keresztbe. Most kapja. Marad a győrieknél, Kucika Zitzerben, és ezt berúgja. Vezet a vendég Győr a 8. percben. Egy nagyon szép akció után. Kucika első gólja a magyar bajnokságban. Szépen adogattak a győriek. Az egyik kilépő támadót még sikerült megállítani a videóton védőknek. Kucikát azonban nem, aki tisztán vezethette végre, és elpasszolta mellette a labdát. Baumgartner bedobása, Nicsenko. Középre. Így helyzet Szanyónak. Végig lábbal. Talán nem ment volna be a labda, de végig azért a biztonság kedvéért még hozzáért. Dvíri Zsolt és Vasas a labda mögött. Dvíri fut neki. Vasas laposan. Nem sokon múlott. Sebők nagyon nyugodtan nézte a lövést, de elkerült a kaput, úgyhogy igaza volt, hozzáért azonban egy védő. Szanyó. Német. Elakadt Tímárban a labda, Dvéri. Közbeugrott Kucika, és aztán megüti a fehérvári játékos Tímárt. A játékvezető próbálja nyugtatni a játékosokat, és az asszisztens is érkezik. Aztán lassan megnyugodnak a kedélyek, de vajon mit ítél megyebíró játékvezető, hiszen itt nyilvánvalóan ütésváltás történt. Mindenkit elküld onnan megyebíró, és sárga lapot ad Tímárnak és Kucikának kakaskodásért. A két szurkoló tábor közben megindul egymás felé, és a biztonságiak is igyekeznek a helyszínre érni. Éppen a televíziós közvetítő állás mögött indul meg az egész székesfehérvári B-közép a vendégszurkoló tábor felé. Nicsenko lefejeli, jön vég, és lábbal tisztáz Szanyó elől. Perics. Azonnal be, nincs les. Szanyó, át a túloldalra. Baumgartner teljesen üresen, és berúgja a gól. 2-0 vezet a győri együttes. Perics helyzet felismerését dicséri. A gól a bedobás után nincs les, azonnal Szanyóhoz játszott, aki átemelt a túloldalra. Baumgartner pedig okosan a kapus mellett a hálóba gurította a labdát. 2-0 vezet tehát a második félidő 8. percében a vendég Győr. Dvéri kifelé vezeti. Roth Dvérihez játszik. Dvéri beemeli középre, ez helyzet,
Jön azonban Sebők és megfogja a labdát. Hamar előszedte fel Csató. Szétszakadt a mezőny. Roth szépen veszi át. Tempó előnyben beadja középre Dréri, egy szép csel. Dréri és Sebők megfogja. Dréri megpróbálta átemelni a kapuson, a kapu bal oldalába, Sebők azonban számított rá, és egy szép légiút után magához ölelte a labdát. Baumgartner. Ez jó labda, Szanyó. Herceg. Herceg helyzetben ellövi. Oldalháló. Dvéri szabadrúgása. És szépít a videóton hamar révén. Ezzel 2-1 a győriek javára. Dvéri gyorsan elvégezte a szabadrúgást. Hamar bújt ki a védők közül, és elferdítette a labdát Sebők mellett. Így az a kapu közepébe jutott. Viszonylag váratlan a videóton szépítő gólja. Győri szabadrúgás a második félidő 17. percében a 16-os jobb oldali sarkáról. Szanyó áll a labda mögött. Elrúgja és belelövi a sorfalba. Aztán az ismétléssel a kapufát találja el. Hicsenko pedig nem tudja a hálóba kotorni a labdát. Monye. Dvéri. Szép labda, kapásból elrúgja. Gajic fölé száll. Dvéri nagyon szép labdát adott. Gajic pedig elvállalta. Az irányzékkal gond volt. Most mozog vissza Baumgartner. Kucika. Beközépke. Nicsenko még megtolja Herceg helyzetben. Éles szögből vég tenyereli kapu fölé a labdát. Fehérvári szöglet. És kihozzák a győriek. Tétszám fölényben a vendégegyüttes. Herceg. Perics tiszta helyzetben be is lövi. Egy nagyon szép győri kontra. Hercegtől Perics kapja a labdát, aki a kapus fölött a hálóba vágja. Ezzel a második félidő 30. percében 3-1. Sorato. Dvéri szépen veszi át. Lövésre Hamarnak, Hamar tovább perdíti, Sorato mellé. Dvéri a bal oldalon, mellette Vasas. Vasas adhatja be, Sebők tenyereli ki a labdát. Perics. Szanyó indulhat. Herceg, nincs les. Teljesen egyedül Herceg a 16-oson belül. Egy csel, és elakad a labda végben. Herceg azt csinál, amit akar. Valószínűleg nem ezt akarta. Vasas, egyedül indul meg. Nem történt semmi. Szemenik, Perics, ismét létszámfölényben a győriek. Nicsenko. Nagyon mit csinál vele, Pericsnek adja a lövésre, pedig rúg egy óriási gólt. 28 méterről Perics váratlanul elrúgta. Mégiscsak nézte a labdát, ahogy bepattan a kapufáról. Elképesztő nagy gólt rúgott a hosszabbítás második percében Perics. Így már 4-1 a győriek javára. Nicsenko úgy tűnt eltotolyázza a helyzetet, aztán Perics elég gurított, Perics pedig egy elementáris bombát eresztett meg, és valószínűleg a forduló gólját lőte. Csodálatos érzés, amikor a csapat...